Új buszmenetrend a járatsűrűségről is határozott egyéni hatáskörben Paks polgármestere. Útfelújítás, elkezdődött a Búzavirág utca műszaki átadása. Ősszakál, szán helyett harckocsin érkezett a Mikulás Paksra. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elkészült az új buszmenetrend, a járatok útvonaláról és az indulások időpontjairól a veszélyhelyzetben egyéni hatáskörben határozott Paks polgármestere. Szabó Péter a Közéleti magazinban azt mondta, a járatok új menetrendje alaposan át lett gondolva, szakértők bevonásával lett megtervezve. Próbakör a telephelyen az új elektromos busszal Paks polgármestere Süli János miniszterrel pénteken mutatta be a 10 új környezetbarát járművet. Bízom benne, hogy a város lakossága megszereti, és egyre többen hagyják napközben otthon a személyautójukat, hogy a város zsúfoltságát enyhíteni tudjuk. Az új buszokhoz új menetrend is készült. Szabó Péter Paks polgármestere a Közéleti magazinban azt mondta, elsőként az egyes számú járatban lesz módosulás jövő év elejétől. Az egyes számú viszonylat az marad, tehát ez a lakótelep és Dunakömlőd közötti járat ez megmarad. Ennek van egy betét járata, egy perá. Ez azt jelenti, hogy ugyanezen a vonalon csak gyakrabban fognak közlekedni ezek a buszok, ugye itt igazodva a reggeli és a délutáni csúcsidőszakhoz, itt alapvetően a diákok az utazására koncentráltak. Délutáni vagy reggeli csúcsidőszakban akár a 10 percenkénti járatsűrűséget is meg lehet majd valósítani. A járatok új menetrendje alaposan át lett gondolva, szakértők bevonásával lett megtervezve, Paks polgármestere szerint új területet is becsatoltak a vonalhálózatba. A kettes viszonylatban közlekedő buszok lesznek. Itt a Rákóczi utca, a Pál utca, az Akác utca által érintett település rész lesz becsatolva újonnan a vonalhálózatba, illetve ami még új település részbe lesz csatolva, az a hármas viszonylat, ez az Öreghegy és a Hidegvölgy. Tehát ez a két település rész is be lesz csatolva a tömegközlekedésbe. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és itt is nyilván meg fog valósulni a járatsűrűségnek a növelése is. A menetrend kapcsán a jegyárakról is döntés született. Szántó Zoltán alpolgármester szerint a díjak nem emelkednek. A munkacsoport, nyilván amelyik munkacsoport a szakmai véleményekre támaszkodik, tehát a Közlekedéstudományi Intézetre, a Paksi Közlekedési Kft. Szakmai munkatársainak véleményére, de mégis aktualizálták a helyi igényekre való tekintettel az elképzeléseket, és jól érvényesítették a paksiak érdekeit ebben a kérdéskörben. Tehát ennek ellenére, hogy ez ilyen minőségi ugrás lesz január 1-től, nem fog drágulni a jegyár. Az új menetrend elfogadásán kívül több pontról is döntött egyéni hatáskörben Paks polgármestere, módosította például a közbeszerzési tervet, erre újabb beruházások indulása miatt volt szükség. Tervben van egy elektromos buszgarázs járműtelepnek a létesítése. Ahhoz, hogy ez a járműtelep megközelíthető legyen, ahhoz nyilván út is kell, és ennek a feltáró útnak a létesítéséhez fogjuk lefolytatni a közbeszerzést, tehát ez került be a közbeszerzési terve, plusz a szervizcsarnoknak a létesítése, illetve azoknak az eszközei, szervizcsarnok eszközeinek a beszerzésére is módosítottuk a közbeszerzési tervet. A másik pedig, ami miatt módosítani kellett a közbeszerzési tervet, az az ebrendészeti telepnek a kialakítása. Itt az első ütem létrehozása kapcsán módosítottuk a közbeszerzési tervet, tehát itt is le tudjuk folytatni a közbeszerzési eljárást. Az egyéni hatáskörben elfogadott döntésekről szól a Közéleti magazin, a teljes beszélgetés megtekinthető a híradó után.
Elkezdődött a Búzavirág utca műszaki átadása, a Paks egyik leghosszabb utcáját teljes egészében több mint 800 méteren újították fel. Az aszfaltos út mellett térköves burkolatot kapott a járda, megoldották a csapadékvízelvezetési problémákat, valamint térköves részek építésével kényelmesebb lett a közlekedés és a parkolás is. Szakemberek veszik szemügyre a megújult Búzavirág utcát. A műszaki átadás december 8-án kezdődött el a kivitelező, a műszaki ellenőr, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának, valamint az illetékes hivatalok és cégek képviselőinek részvételével. Ennek az utcának a felújítása önkormányzati forrásból valósult meg, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy sikerült ezt az utcát felújítani, hogy az előbb mondtam, már ideje volt, tehát mert nagyon rossz állapotban volt, mint az útburkolat, mind a járdák. A felújítással kapcsolatban még júliusban tartott lakossági fórumot az önkormányzat, ahol az utca lakói előzetesen jelezhették kéréseiket, de figyelembe vették az igényeiket a kivitelezés során is. Minden lakos elégedett lehet azzal a lakos barát építkezési stílussal, amit lezajlott, mert mindig arra törekedtek az építők, hogy az ingatlanokat meg lehessen közelíteni, és csak kevés legyen az az időszak, amikor esetleg ez nem sikerült. És láthatóan egyébként olyan apró részletek is utólag kidolgozásra kerültek, például ezen a szakaszon is van kettő ilyen is, amit a lakók még pluszba kértek. Az utca rekonstrukcióját teljes hosszában több mint 800 méter hosszan végezték el, mintegy 192 millió forintból. A Búzavirág utca, Zápor és Új Templom utca által határolt szakaszán lévő csapadékvíz elvezetési problémát keresztvíznyelő szemek beépítésével oldotta meg a kivitelező. A betonburkolat helyett tükörsima aszfaltos utat és térköves járdát épített az Amalfi Hungária Kft. Kényelmesebb és könnyebb lett az utcában a közlekedés. Itt nagyon szűk a beépített szélesség, és nem volt lehetőség arra, hogy 6 méteres burkolat szélességet alakítsunk ki. Ezért a két oldalán a úgynevezett stabilizált patkát hoztunk létre, amit a lakók előszeretettel használnak rövid idejű parkolásra is. A kivitelező a fennmaradó munkálatokat még a héten befejezi, így a projekt várhatóan december 20-áig lezárul. Azt a két fekvőrendőrt pedig, amelyet szintén a lakosság igényelt, 2021 évelején helyezi ki az Amalfi Hungária Kft. Fejlesztések az egyes számú választókerületben az Üstökös utcába új lámpatestet szereltetett fel, a Munkácsi utcai tagovodában pedig az udvar rendbetételét végeztette el Pálmai Klára. Az egyes számú körzet képviselője évértékelő tájékoztatóján elmondta, a Pákolic utca felújításának és a közvilágítás kiépítésének tervezését is egyéni képviselői keretből finanszírozta. A jövő évre is vannak már tervek, például a Könyök utca teljes, faltól falig történő felújítása, valamint a Pákolic utca rekonstrukciójának folytatása. Új lámpatest az Üstökös utcában a lakók kérték a berendezés felszerelését még korábban az egyes körzet képviselőjétől, Pálmai Klára idén az egyéni képviselői keretéből valósította meg a beruházást. A képviselői keretemet túlléptem, és onnan kértem kölcsönpénzt, ahol még volt. Amint egy 5 millió forintos keretből a Munkácsi utcai tagovodában is zajlott fejlesztés, a folyami homokot gyepszőnyegre cseréltette a körzet képviselője. Nagyon fontosnak tartottam a Munkácsi úti óvodának, az udvarának a rendbetétele. Sajnos egy rossz tervezési hiba miatt a gumi szigetecskék között a gyerekek a homokba járkáltak bokáig, ezt ki kellett onnan termeltetni, és gyepszőnyeggel van ellátva, és úgy tudom, hogy nagyon örülnek a gyerekek is és a szülők, de leginkább még a dadus nénik, mert könnyebben tudják tisztán tartani a gyerekek környezetét. Az egyes számú körzet képviselője évértékelő tájékoztatóján elmondta, útfelújításra is fordított a rendelkezésre álló keretből. A Pákolic utcában, ahol eddig nem volt szilárd útburkolat sem,
közvilágítás sem volt. Ennek a tervezése is szintén az én képviselői keretemből történt. Úgy tudom, hogy ez már meg is van, a következő évtől talán meg tudjuk oldani a világítást is. Aztán, ami még nagyon fontos lenne, ami most már engedélyezve van, az idei évben valószínűleg nem fog rá sor kerülni, a Kalap utcában sárban parkolnak az autók. A 2-től 8-as számú házig térburkolatot kértem, ennek az engedélyezése megtörtént, most már csak a kivitelezőnek a feladata, hogy ez megtörténjen. Virágosításra, parkrendezésre és padok kihelyezésére is fordított az egyéni képviselői keretből Pálmai Klára, ezzel egy időben pedig az egyes körzet csapadékvízelvezetési problémáival is foglalkozott. A tavalyi évben már lehetett tudni, hogy komoly problémát okoz a hidegvölgynek a csapadék elvezetése, rengeteg anyagi kár keletkezett ez ügyben. A műszaki osztály megkezdte a terveztetést. Márciusra a teljes átalakítás, a rendszer teljes átalakítása meg lesz, illetve a kivitelezési tervek meg lesznek márciusra. Ez azt jelenti, hogy a víztározó, egy újabb víztározó építése, aztán a meglévő víztározónak a felújítása, a bevezető árkoknak a tisztítása és az oldal lefolyóknak a kiépítése. Körülbelül ennyit, ennyi a műszaki tartalma. A jövő évi tervek között szerepel többek között a Könyök utca teljes, faltól falig történő felújítása, valamint a Pákolic utca rekonstrukciójának folytatása, mondta Pálmai Klára. Én ezúton mindenkinek kívánok áldott ünnepeket és boldog új évet. Emléktárgyat kapott 50. születésnapja alkalmából Bence Attila tűzoltó törzszászlós. A Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője Csöglei István tűzoltó alezredes nyújtotta át a díjat az ünnepelt kollégának a Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség állománya előtt. Bence Attila a szervezetnél töltött több mint 25 éve során, több dunai árvízi védekezésben, valamint a Vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolásában és számos más szakmai feladatban is részt vett. Az ünnepi időszakban is nyitva áll a katolikus Karitász Paksi csoportjának székhelye a rászorulók előtt, emellett továbbra is várják az adományokat, főként tartós élelmiszereket és meleg ruhákat. Az ünnepi időszakban december 22-én egész délelőtt nyitva lesz a katolikus Karitász Paksi csoportjának Szent István téri irodája. A fedél nélkül élőket ekkor paprikás krumplival várják, amit azonban el kell vinniük, a járványvédelmi szabályok miatt ugyanis helyben nem fogyaszthatják. A karácsony utáni időszakban december 31-én délelőtt is nyitva tartanak, tájékoztatott Gutai Istvánné a katolikus Karitász Paksi csoportjának vezetője. Egy hónapja úgy döntöttünk, hogy a keddesti szolgálatokat megszüntetjük, és csak csütörtökön délelőtt tartunk szolgálatot csökkentett létszámban, a 6-ból 3-an dolgozunk most. A nálam is idősebbeket most nem engedjük dolgozni. És még annyi kitétel van, hogy csak a hajléktalanokat szolgáljuk ki, tehát most nem tudjuk vállalni, hogy minden rászoruló, tehát az a nyitvatartási naponkénti 20-25 ember jöjjön, mert ez nem fér bele az időnkbe sem. Másrészt hát magunkra is szeretnénk vigyázni, ezt egészen konkrétan úgy kell elképzelni, hogy nyitott ajtónál tudunk csak dolgozni, tehát a kliensek az udvaron vannak, és mi pedig bent a raktárból hozzuk ki, amiket kérnek nyitott ajtónál, tehát ezt nem tudjuk vállalni a megszokott módon. Ebben az időszakban is a rendkívül nagyvonalúak voltak az adakozók, összesen 137.000 forint gyűlt össze a legutóbbi gyűjtésen, a középiskoláktól pedig angyalbatyukat kapnak. Uta Istváné kiemelte, hogy a Karitász csoport továbbra is várja az adományokat. Most különösen fontos lenne a tartós élelmiszer, és olyan konzervek, amelyek könnyen nyithatók, hogyha ugye nem biztos, hogy éppen egy bicskával van felszerelve az, aki elviszi, valamint meleg férfi ruhák, puloverek, kabátok és cipők. Különleges kérést is tolmácsolt Gutai Istvánné. A rászorulóknak 2 darab táskarádió felajánlását is várják, ha az adományozók közül lennének olyan személyek, akik rendelkeznek ilyen eszközökkel, szívesen fogadják.
Szán helyett páncélozott járművön karácsonyi zene kíséretében érkezett meg az Atomenergetikai Múzeum Mikulása. A Commodore nevű harckocsi köré gyűlő gyermekeknek édességcsomaggal kedveskedett a télapó a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában. Ezt követően a díszes járművel körbejárták a várost, hogy szebbé és meghittebbé varázsolják a paksiak hétköznapjait és az ünnepi várakozást. Ilyenkor hagyományosan meg szoktuk tartani azokat a Mikulás rendezvényeinket, amikre ugye kisiskolásokat, óvodásokat szoktunk várni, úgyhogy ugye a hagyományos rendezvényt nem tudtunk tartani, de ezzel a Mikulás mobillal, ami egyébként az atomerőműnek a sugárárnyékolt járműve, illetve az atomerőmű tűzoltóság segítségével varázsoltunk most a városba adventi hangulatot. Szerettük volna, hogyha az, ami egyébként a múzeumnak a mottója, hogy járj nyitott szemmel, hiszen nagyon sok érdekesség vagy a tudomány meglepetései is várnak, bárhol, akár a hétköznapokban is, ez is egy ilyen fajta üzenet, hogy lehet, hogy most erre senki sem számított, de azt gondolom, hogy nagy örömet tudunk ezzel szerezni azoknak, akik találkoznak a járművel. 50 gyermeknek állított össze ajándékcsomagot a Gyermekemért Alapítvány. A főként édességeket tartalmazó csomagokat december 6-án délelőtt szállította ki az alapítvány által támogatott családoknak Janecska Zoltán, a Legends Hungary motoros egyesület elnöke, valamint a Gyermekemért Alapítvány tagjai. A Mikulás csomagokat az önkormányzat pályázatán nyert támogatásból állította össze az alapítvány. Gondosan összeállított csomagok várták december 6-án az alkalmi mikulásokat, hogy eljuthassanak kisgazdáikhoz. A 150 csomag összeállításához önkormányzati pályázaton nyert támogatást a Gyermekemért Alapítvány. Sajnos, mivel nem tudjuk azt a szép ünnepséget megrendezni, amit tavaly megrendeztünk, hogy Palotai Bori előadó művészt lehívtuk, és egy gyönyörű estet szervezett nekünk, ilyen adventi ráhangolódást a múzeum. Fantasztikus, szép estét szereztek. Hát most ez a megoldás jutott eszünkbe, hogy azért érezzék, hogy nem hagyjuk őket magukra. Egy ilyen kis csomaggal kedveskedünk nekik. Az édességen kívül meglepetést is tartalmaztak a csomagok. Csináltattunk a gyerekeknek Gyerekemért feliratos kanalat, és ez van benne a csomagban, ami ilyen kis maradandó. És remélem, hogyha egy kis megfogják, vagy akkor mindig egy kicsit jó érzéssel tölti el őket. A csomagokat az alapítvány képviselőin, Sós Erikán, Pap Katalinon és Vájár Nagy Mariannon kívül a Legends Hungary Motoros Egyesület elnöke Janecska Zoltán juttatta el a gyerekekhez. Az alapítványnál már voltunk egyszer segíteni a gyerekeknek egy nyári táborba. Erikának köszönhető, hogy ez a kapcsolat létrejött. Az egyesületünk sok karitatív dologba vesz részt, az elmúlt években ez látható is az oldalunkon, és egy opciónak felajánlott Amerikának, hogy a gyerekek nyári táboroztatása közben is kimotorozunk, és testközelben találkoznak ezek a motorokkal, illetve velünk. És akkor Erika megkeresett, hogy lehetséges-e a Mikulás csomagok kiszállításába is segítkeznek, és hát ez természetes volt nekünk, hogy itt részt vállalunk ebbe a dologba. A motoros segítő egy zsáknyi Mikulás csomaggal a csomagtartóban indult el, első útja a Tavasz utcába vezetett. Szerdán este erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő, eső, havas eső, havazás egyaránt várható. A keleti szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1-5 fok között alakul. Csütörtökön napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő, eső, havas eső, havazás egyaránt valószínű, 50-70% eséllyel. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!